Nem volt szerencséje a megyei első osztályban élen végző Ibrányi csapatnak. Túl azon, hogy a visszalépések miatt 6 csapat játék nélkül jutott az NB3-ba, Gerlicki Máté együttese a 2 éve még NB1-es Kaposvárt kapta. A párharc első felvonásán vendégként 3-0-ás vereséget szenvedett az Ibrány, mégpedig úgy, hogy a hazaiak az első félidő végén és a második játékrész elején 4 perc leforgás alatt döntötték el a mérkőzést. Az Ibrányiak a visszavágón szeretnék ledolgozni a hátrányukat. Itt lesz, ami lesz alapon. Kell futballozni. Természetesen azért az elsőtől az utolsó percig meg van tervezve. Periódusokra kell bontani egy ilyen mérkőzést is. Én úgy gondolom, amikor 3 gólos hátrányban vagy, akkor is meg kell tervezni. Egész mérkőzés alatt nem lehet letámadni és az ellenfélnek menni, főleg nem egy ennyire jó ellenfelet. Nincs veszve semmi, én úgy gondolom, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, minimálisak a továbbjutási esélyeink, de amennyi esélyünk van, azt mindenféleképpen szeretnénk megragadni. Az Ibrány-Kaposvár mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik. A találkozón Gerlicki Máté számíthat az első meccsen sérülés szenvedő játékosaira is.